Nézzük ennek a feladatnak az utolsó alfeladatát, amiben azt látjuk, hogy most már gyökök is szerepelnek. 5-ször gyököt, és az egész a negyediken, osztva 5 a harmadikonnal, egyenlő gyök alatt 5 a hatodikonnal. Hát, ami talán egy kicsit új dolog az eddigi feladatokhoz viszonyítva, talán ez a 6-os, ami ugye most a gyök alatt helyezkedik el, de többi dologgal már találkoztunk az előző feladatoknál. Amit először észre kell, hogy vegyünk, hogy van egy zárójelünk, tehát úgymond egy szorzatunk, és az a negyedik hatványon. Tehát ezzel kell, hogy kezdjük a feladatunkat. Ugye itt tanultuk a szabályt, egy szorzat egy bizonyos hatványon, egyik tényező is azon a hatványon, szorozva a másik tényező is, tehát szét tudom bontani. A másik dolog ugye ez a hatossal, ezzel a hatossal viszont bármikor ki is tudom tenni a gyökön kívül, tehát mindegy, hogy ez a hatos a gyök alatt van, vagy a gyökön kívül, ugyanaz fogja jelenteni. És számunkra talán így érthetőbb és hasznosabb a feladat megoldása szempontjából. Tehát ezzel a két dologgal fogok most foglalkozni. Először is, ugye az 5-ször gyökötöt, mind a kettőt külön-külön negyedik hatványra emelem. Tehát lesz 5 a negyediken, és lesz gyököt a negyediken. Osztva 5 a harmadikon, ezt csak lemásoltam, és ahogy már említettem, itt az 5 a hatodikon és az egész gyök alatt a hatost kivittem, tehát kívülről van. Ami most talán nekünk ugye zavaró, illetve külön meg kell oldanunk, ez a gyököt a negyediken. Mit is jelent gyököt a negyediken? Hát egy valami a negyedik hatványon, ugye 4-szer egymás után leírom, és önmagával megszorzom. Tudjuk, hogy ezek páronként 5-öt fognak adni, ugye gyök 5-ször gyököt az 5, gyök 5-ször gyököt az 5, tehát valójában az gyököt a negyediken, az 5 a másodikon fog lenni. Ugyanezzel a logikával gyököt a hatodikon, ugye 6-szor írom le a gyökötöt, párossával összekötöm őket, ez pedig 5 a harmadikon fog adni. Hogyha most ezeket a gyököket behelyettesítem azzal a megoldással, amit kaptam, tehát gyököt a negyediken helyett írtam az 5 a másodikont, gyököt a hatodikon helyett írtam 5 a harmadikont, akkor már láthatjuk, hogy bal oldalon két műveletünk van. Először a szorzást fogjuk elvégezni, ugye azonos alapú hatványok szorzása, alapot lemásolom, kitevőket pedig összeadom, ugye 4 plusz 2 az 6. A második lépésben most már az osztással foglalkozhatok, azonos alapú hatványok osztása, alapot lemásolom, kitevőket pedig kivonom, tehát 6-ból 3-at az 3. Kérdezem, hogy 5 a harmadikon egyenlő 5 a harmadikonnal? Igen. Figyeljünk ugye arra, hogy itt 5 a hatodikon osztva 5 a harmadikonnal, nehogy abba a hibába essünk, hogy azt mondjuk, hogy az 5 a 6 osztva 3-mal, és hogy az 5 a másodikont adjon. Ugye erről már beszéltünk az előző feladatban, tudjuk, hogy ez hibás, tehát így nem szabad használni. Tehát marad az, hogy 5 a hatodikon osztva 5 a harmadikon, kivonjuk a kitevőket, az 5 a harmadikon lesz, és ahogyan már említettük, tehát ez egy igaz állítás fog lenni. Íme így oldottuk meg a hatodik feladattípusunkat, alkalmazva az eddig tanult azonosságokat. Köszönöm a figyelmeteket!